Szankciópártiak azzal szoktak érvelni, hogy ezek a szankciók nagyon jól működtek például a Szovjetunió szétesésében is. Csak egy dolgot felejtenek el, hogy amikor a Szovjetunió ellen a nyugati világ rengeteg szankciót hozott, akkor a világnak a 80%-a csatlakozott ezekhez a megszorításokhoz. Mostani számítások szerint a világ 40%-a vagy 35%-a csatlakozott, tehát úgymond kétharmad még mindig a valamilyen szinten az oroszok oldalán áll, gazdaságilag mindenképpen. Sziasztok! Nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem megoldani akarja ezt az energiaválságot és az annak nyomán kibontakozóban lévő gazdasági krízist, hanem pont ellenkezőleg. Tovább nehezítenék az EU-s polgárok helyzetét. Emlékezetes, hogy komoly vita előzte meg idén tavasszal az Európai Unió által erőltetett Oroszországgal szembeni olajembargó bevezetését, hiszen az olyan országokat, mint hazánk, amely csővezetéken keresztül jut az olajhoz, komoly veszteség érte volna. Ezért is volt nagy diadal, hogy Orbán Viktor kiharcolta, hogy ezek az országok mentességet élvezzenek az embargó alól. Hunortodox mai vendége Kovács András, az Origó belpolitikai rovatvezetője. Szervusz András, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket is. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mindenki tapasztalja most már a saját bőrén is ezeket a megnövekedő energiaállakat, és még most megyünk bele a télbe. Te milyen térre számítasz? Egyrészt a háztartások szempontjából, másrészt a nemzetgazdaság, az ipar szempontjából. Érdemes először szerintem szétválasztani a dolgokat mindjárt egyes részét. Elsősorban, hogyha különféle kategóriákat próbálunk felállítani, szerencsére, kezdjük a jó hírrel, szerencsére a legjobb helyzetben azok vannak, akik jelenleg az átlagfogyasztás alatti fogyasztásra bírnak a villamosáram és a földgáz tekintetében. Ott nem kell számítani áremelkedésre a következő hónapokban nekik. Nekik idézőjelben csak, ezt csakként idézőjelben mondva, hát nekik a boltokban megemelkedő árakat kell kifizetniük sajnos. Ugye ott is van egy elég jelentős infláció különféle termékeken. Nemzeti Bank előrejelzése azt mondta, hogy idén télen körülbelül 20-22%-os infláció lesz Magyarországon, és utána fog csökkenni. Meglátjuk, hogy ez a prognózis mennyire fog valóra válni. Azért bízunk benne, hogy a különféle kormányzati lépések miatt itt az árstoppokra gondolok, valamennyit lehet ezen tompítani. A másik csoportot ugye azok alkotják, akik olyan helyen laknak, ahol kicsit meghaladja az átlagfogyasztást az ő háztartásoknak az energiafogyasztása. Ott a plusz mértékbe kell számítani megugró árakra. Őnekik ugye több pályázat elindult az utóbbi időben, és mindenki meg is próbált takarékoskodni. Reméljük, hogy azért ott is lehet valamilyen tompítani a hatásokat. És hát a legnagyobb csoport, itt a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik jelentősen több a túlfogyasztásuk. Itt főleg a nagyobb házakra kell gondolni, valamint itt jönne be a másik szegmens, a vállalkozások és a nagy cégek, multinacionális cégek és a legtöbb energiát fogyasztó gyárak. Ott elindult egy kormányzati program ugye ezeknek a megsegítésére, egyrészt beruházás támogatás, másrészt pedig a megemelkedő energiaszámlának egy részének a kifizetését átvállalja az állam a nagy energiaigényi cégeknél. Tudunk arról, hogy hamarosan bemutatja a kormány a gyármentő programot, ott is újra, és reméljük, hogy ott is sikerül érdemi segítséget elérni. Elemzők szerint, még tágabbra vonva a kört, Magyarországon az áramellátás és a földgázellátás idén télen nem fog veszélybe kerülni. Jelentős mennyiségű tartalékok vannak a rendszerben. 70-80% között vannak. Igen, itt ugye én nem is igazából ezeket a százalékokat mondanám, mert ezzel nagyon könnyű úgymond visszaélni, vagy könnyű félremagyarázni a dolgokat. Igazából azt érdemes nézni, hogy ha nagyon-nagyon hideg tél lesz, akkor körülbelül 90-100 napra elegendő ellátása van a háztartásoknak és az iparnak. Hogyha az ipart kiveszem ebből a szegmensből... Magyarul az összes téli hónap fedve. Igen. Ha az ipar kiveszik, akkor 180 napig pontosabban elég a megfelelő mennyiségű földgáz. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez ilyen szempontból elég jó helyzetben van Magyarország. Ez volt az EU 6. szankciós csomagja, amelyet a nyár elején fogadtak el. Ezek a csomagok elvileg mindazt hivatottak szolgálni, hogy ezzel az EU a lehető legnagyobb nyomást gyakorolja
Oroszországra az Ukrajna elleni háborújának befejezése érdekében. Ebből, ahogy az lenni szokott, ha az EU az utóbbi időben eltervez valamit, nem lett most sem semmi. Épp az ellenkezője történt. A háború már fél éve tart, és nem is úgy fest, mintha bármilyen szankciós csomag képes lenne megállítani akár Oroszországot, akár Ukrajnát, vagy akár közelebb kerültünk volna a békéhez. Azt gondoltam, hogy aki egy Európai Uniós szintű vezető, vagy nyugat-európai politikai vezető, az mondjuk rendelkezik azzal a képességgel, hogy össze tud adni, vagy tud egy egyenletet felállítani, hogyha nekem ennyi energiára van szükségem adott időszakban, és ennyi áll rendelkezésre X helyről, hogyha az X helyet kilövöm, akkor az egész egyenleten felborul. Tehát, hogy valahol súlyos gondba kerülök. Tehát, hogy azt gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű műveletek elvégzésre képesek ezek az emberek, de úgy tűnik, hogy nem. Nagyon jó, hogy szóba hoztad ezt az olajembargó dolgot. Ott most jelenleg én azt látom, hogy bár folyamatosan úgymond az Európai Unió megpróbál fenyegetőzni ezzel, hogy olajat nem veszünk Oroszországtól, és hogy nem máshonnan szerzünk. Semmilyen terv nincsen arra nézve az Európai Uniónak a több tagállama. Hát, jól tudom, semmilyen hatástanulmány se készült. Semmilyen hatástanulmány készült. Csak legyünk jó emberek, és aztán majd lesz valahogy. Igen, és Oroszországból való kiesés, nincs elképzelés, hogy honnan fogjuk ezt pótolni az Európai Unió egyes tagországai. Ugye Magyarország, fontos megjegyezni, hogy Magyarország kivételt kapott a csővezetékes olajszállítás, és a tengeri olajszállítás alól is, bizonyos vészhelyzeti esetekben. Tehát minket ez a dolog nem fenyeget, hozzánk érkezik megfelelő mennyiségű kőolaj is. Itt a egész szankciós politika kapcsán nagyon sok elemző, és örömmel látom, hogy most már olyan elemzők is, akik alapvetően korábban is az egész orosz rezsimmel szemben meglehetősen kritikusak voltak, joggal, sok tekintetben joggal, más tekintetben pedig lehet, hogy más szemüvegen kellett volna nézzünk a dolgokat, de ők is elmondják most már, hogy gyakorlatilag az, hogy Oroszországot ilyen szankciókkal levettettük, azzal lehet, hogy okozunk Oroszországnak át, lehet. Ez könnyen elképzelhető, hogy valamekkora mennyiségű, mekkora kárt okozunk, de egy ekkora országnak, ami a világ legnagyobb országa, a világ legtöbb nyersanyagával rendelkezik, az gyakorlatilag nem lehet ilyen módon sarokba szorítani. Ennyi probléma is éppen elég lenne. Azonban azt látjuk, hogy miközben az európai gazdaság erőteljesen lassul, a munkanélküliség növekszik, az euró pedig folyamatosan gyengül a dollárral szemben. Nálunk szűkülnek a lehetőségek, szegényednek az emberek, Oroszországban viszont a gazdasági visszaesés jóval kisebb lesz a vártnál, konkrétan a világ második legnagyobb fizetési mérleg többletét mutatják fel. Oroszország még úgy is növeli energiabevételét, hogy kevesebb gázt értékesít Európa irányába. A Gazprom bevétele 85%-kal nőtt az elmúlt időszakban. Hát így kényszerítette az Európai Unió térdre Oroszországot. És mit csinál az EU, ha egy eredetileg jónak gondolt recept végül épp az ellenkezőjére sül el? Tovább erőlteti ugyanazt a hülyeséget. Hiszen már a hatodik sem működött, de ezután jött a hetedik szankciós csomag, amely idén július elején került elfogadásra. Ez a csomag importtilalmat vezetett be az orosz aranyra, azon belül az ötvös termékekre, és szigorította egyes csúcs technológiai áruk export ellenőrzését. Na hát, ettől majd biztos meghátrál Putyint, vagy nem. Hiszen már ehhez képest is hónapok teltek el, a háború azonban továbbra is folyamatban van. De a brüsszeli hülyeség vonaton ezután sem volt fék. Néhány nappal ezelőtt ugyanis az Európai Bizottság egy kereskedelmi korlátozásokat is tartalmazó 8. szankciós csomag elfogadására tett javaslatot Oroszországgal szemben. Egészen pontosan az EU megtiltaná a repülőgépgyártáshoz használható termékek, bizonyos elektronikus eszközök, valamint egyes kémiai anyagok kivitelét Oroszországba. Számos orosz termék importját, szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára. De az EU kitiltana bizonyos orosz személyeket is a területéről. Ami azonban sokkal veszélyesebb, hogy ársapkát vezetnek be az olajra von der Leyennék. Szerencsére Magyarország mentesül ez alól. Attól tartok azonban, hogy Putyint ez nem fogja megállítani. És csak öntjük az olajat arra a tűzre, amit épp hogy eloltani kéne a béketárgyalások kezdeményezésével. Hogy ne fagyjon meg fél Európa az idén vagy jövőre.
Az oroszok közben meg lassan, de mennek előre, és látható, hogy sem embert, sem fegyvert, sem pénzügyi áldozatot nem sajnálnak, hogy elérjék, amit akarnak. Nemrég népszavazásokkal erősítették meg a lerohant országrészek Oroszországhoz csatolását. Az ukránok szintén nem hátrálnak, és a nyugatról kapott fegyverekkel rés sikereket érnek el. Kérdés, hogy mi lesz ennek a vége? Egy biztos, béke tuti nem. És hogy kinek jó ez? Hát az Európai Uniónak biztos, hogy nem. A kiváló szankciós politika eredményeként az EU-s országokban 10-20% közötti infláció van, és elszabadultak az energiaárak. Hogy mondjunk konkrétumot is, a földgáz ára 2022. januárjában a háború kezdete előtt 70 euró per megawattóra környékén mozgott. A háború kitörésének a hírére ez felment 250 euróra, de 3 hét alatt 2022. márciusának végére 100 euróra visszacsökkent. Amikor a földgáz tervezett szankciója napirendre került, onnantól kezdve az ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd egy újabb hónap alatt megháromszorozódott. A villamosenergia piaci ára Európában 2022. januárjában 100 euró per megawattóra alatt volt. 2022. áprilisában is 100 euró volt, ma 400 és 600 euró között mozog. Ez pedig elviselhetetlen terheket ró az európai gazdaságokra és a háztartásokra egyaránt. Egyrészt a háborút bevallom őszintén, pessimista vagyok, és én egy elhúzódó, akár több éves állóháborúra, lassan mozgó frontokra számítok jelenleg, a jellegi tudásom és amennyire a helyzetet innen meg tudom ítélni a rengeteg dezinformáció és információ között. Biztos, hogy benne nem lesz olyan az életünk, mint 2022. februárja előtt. És hát a legfőbb problémának azt látom, hogy éppen csak tűtöttünk egy sokkom, a Covid sokkom. Rögtön belecsúszunk egy másik sokba. Ami már alapból felnyomta az energiaárakat, ugye? Teljesen a világgazdaság átalakult, folyamatosak a változások, nincs az a stabilitás, mint mondjuk egy 2012 és mondjuk 2020 között egy prosperáló időszak. Ez bizony magával vonja a politikai felfordulást, sokat Európában most egyelőre csak időzőjelben csak kormánybukásokat láttunk, de nem lennék kizárva, hogy nem zárom ki, ennél durvább dolgok is történhetnek. Az, hogy Oroszországot ezek a szankciók, biztos, hogy ezek így ebben a formában nem fogják meghátrálásra kényszeríteni. Viszont mi gazdaságunkat teljesen tönkreteheti. A békén pedig csak két ember, a magyar miniszterelnök és a római pápa dolgozik, mindenki más fegyverszállítással, illetve az EU vezetése újabb és újabb szankciós csomagokkal feszíti tovább a húrt a két ország közötti konfliktusban. A magyar miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában azt mondta, hogy fontos, hogy az emberek elmondják a véleményüket a szankciókról és azok következményeiről ebben a témában, hiszen ez régen bevált gyakorlata már a kormánynak. A miniszterelnök úgy fogalmazott akkor, hogy most próbálok elegánsabban fogalmazni, de az az igazság, hogy hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán mégis kiterjesztették. Azt is mondták, hogy a szankcióval véget lehet vetni a háborúnak. A háború elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak meg az égben vannak, és ez gyötri az embereket, a spekulánsok meg dörzsölik a tenyerüket. Gulyás Gergely azt is mondta, hogy az energiárak a felére csökkennének, amint megszűnnének az energiahordozókat érintő szankciók. Erre azért gondoljunk, amikor megkapjuk a megemelkedett gázszámlákat. Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és kövessétek a kontrát. Sziasztok!